Sziasztok! Tomi vagyok, WT, és megérkezett egy új, hazai, magyar sneaker. Ő Trunk Tamás, azaz WT. A 15 éves fiatal az utcai sportcipők világában nőtte ki magát véleményvezérré. A Youtube-on 16 ezer fős követőtábora van, és fiatal fiatalkora ellenére már több márkával is együtt dolgozik. Tavaly jelent meg első könyve, Márkák, Sneakerek, Z-generáció címmel. A generációs szakadék mindig is létezett. Trunk Tamással az alakaroson találkozhattak azok, akik részt vettek a Pannon Egyetem szakmai programján, amely a jövő munkahelyét járta körül a lendő munkavállalók, vagyis a Z-generáció szemszögéből. Elhangzott, a fiatalok számítanak álmaik megvalósításában a felnőttek támogatására, valamint fontos nekik a személyre szabott törődés. Mivel globálisan növünk fel, mi vagyunk az első globális generáció, azt mondja, gondolják sokan, hogy ugyanolyanok is vagyunk mindannyian, pedig ez szerintem nem így van, és mindannyian nagyon sokszínűek vagyunk, és szerintem így is kell velünk bánni. Arról, hogy az oktatás miként tud lépést tartani az égenerációval, e illetve azzal szemben, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a munkavállalók, a Pannon Egyetem munkatársai beszéltek. Csináltuk mi egy felmérést Lelle projekt keretében, nemzetközi projekt keretében, és azt láttuk, hogy három kompetencia mi szükséges. Az egyik a probléma megoldás, a másik a kritikus gondolkodás, és a harmadik pedig a saját tanulási útmenedzserése. Úgyhogy mi próbálunk a 21. században ezekre a kompetenciákra fókuszálni, és ezeket fejleszteni, de úgy gondoljuk, hogy ezt már középiskolában el kellene kezdeni. Erre teremt majd lehetőséget egy új Erasmus Plus pályázat, a Lelle 2, amely során középiskolákban folytatódik ugyanez a kompetenciafejlesztés. A rendezvényen résztvevő tanárok, igazgatók tapasztalatai szerint is új pedagógiai módszerekre van szükség az égeneráció ég esetében. Ők már hozzá vannak nőve ezekhez az eszközökhöz, az okostelefonjaikat, meg a, a, a hálózatot már nem nagyon tudják nélkülözni, tehát nekünk új módszereket kell kitalálni, hogy el akarjuk érni őket. A workshop, amelyen a duális képzésről is hallhattak az érdeklődők, a Pannon Egyetem egy jövő tavasszal induló videópályázatának felvezető rendezvénye volt.